Köszöntöm nézőinket! Az ENSZ közgyűlése 1989. november 20-án fogadta el a gyermekjogi egyezményt, azóta november 20-a a gyermekjogi világnap. Ehhez kapcsolódva interaktív foglalkozásokkal és rajzpályázattal kívánta felhívni a gyermekek jogaira a figyelmet a Várpalotai Család és Gyermekjóléti Központ. A közös gondolkodás jegyében életre hívott immár hagyományos alkotói pályázat eredményhirdetését a Túri Várban tartották. A gyermekeket megillető jogok és kötelezettségek témájában negyedik alkalommal szervezett projekthónapot a Család és Gyermekjóléti Központ. A programsorozat keretében az iskolai szociális segítők ébresztőóra foglalkozásokat tartottak a járás iskoláiban, illetve idén is meghirdették az immár hagyományos plakátkészítő pályázatot. Immár negyedik alkalommal szerveztük meg a kampány időszakunkat, amelynek keretében alkotói pályázatot is hirdettünk. Idén az az újszerű, hogy nem az általános iskolások számára, hanem a középiskolások, illetve hogy kinyitottuk ezt a kört Veszprém vármegyére. Tehát igyekeztünk minden vármegyei iskolát elérni, ennek keretében 34 középiskolát kerestünk meg a kampány időszakban. Őket hívtuk erre a közös gondolkodásra, és elég szép számmal 37 pályamunka érkezett a középiskolás kategóriába, a pályázatunkra, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen sikeresnek mondható. 9 járásnak az iskolai szociális munkásaival vettük fel a kapcsolatot, hogy segítsék a mi pályázatunkat, illetve projektünket hirdetni. Tehát egy elég nagy számú közös gondolkodás indult meg a szakemberek, illetve az oktatási intézmények között. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen nagyon sikeres, és az is, hogy ki tudtuk ezt terjeszteni igazából egész Veszprém vármegyére. A kiemelt témák az idén az élet, az életben maradás és fejlődés joga, a szülők és a gyámok felelőssége, valamint a megfelelő életszínvonalhoz való jogok voltak. Ezt a három témakört adtuk meg, illetve a Növekedj szeretetben mottóval indítottuk el. Ezzel kapcsolatban lehetett gondolkodni, illetve alkotni. Ezeket támpontokként adtuk, de minden esetben ezek alapján alkottak a fiatalok, ami ugye meg is tekinthető itt a várnak a folyosóján kiállítása. Formájában azt gondolom, hogy mindenképpen célját eléri figyelemfelhívó plakátok készültek. Az alkotói pályázat eredményhirdetésén Főrköli Katalina Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője köszöntötte a megjelenteket. A gyermekkor egyszerű és megismételhetetlen. Minden, ami gyermekkorban történik, a gyermek egész életére hatással lesz, ezért mi felnőttek felelősek vagyunk, azért, ami velük történik, őket éri, tőlünk örökölnek. A jogok ismerete és tisztelete egyenes úton vezet a felelősségvállaláshoz, így a korlátok és szabályok betartásához. A jogok ismerete elősegíti, hogy a gyermekek felelős és tudatos emberekké váljanak. A gyermekjogok ismerete hozzájárul ahhoz, hogy javítsuk a gyermekek önértékelését, növeljük látókörüket, és fogékonyabbá tegyük őket az őket körülvevő és a fejlődő világ problémáira. Köszönjük mindenkinek, aki velünk gondolkodik, kampányon keretében rászánt időt és energiát, hogy ezzel a témával foglalkozzon, mert mindannyian segítettek, hogy a változás elkezdődjön, folytatódjon. Végezetül Mahatma Gandhi szavaival zárnám köszöntöm, nekünk kell a változásnál lennünk, amit a világban látni akarunk. A pályázaton harmadik helyezést ért el Szélesi Strómayer Dávid, a Lóvasi László gimnázium tanulója. Második lett Takács Milán, a Pápai Református gimnázium diákja, és Békei Varga Blanka, a Pápai Református gimnázium tanulója lett az első. Ha az ember messze menne, el ne felejtje a házat, merre tart, és onnan érkezett siratja.
A pályázatra beérkezett alkotásokból rendezett kiállítás november 27-éig tekinthető meg a vár előcsarnokában.